Sziasztok srácok! Hello, hello! Én Dani vagyok, és itt vagyunk egy következő videóban! Szép jó reggelt, szép szombat reggelt! Azt hiszem, hogy szombat van, mert amúgy most ezt a videót szerdán veszem fel, de szombaton látjátok! Haha! Én látom előre, meg ilyenek! Na, szóval, sziasztok! Hello, hello! Nagyon-nagyon közel vagyunk a karácsonyhoz, szóval még egyszer elmondom így a videók elején, hogy tudtok még karácsonyig még mindig rendelni termékeket, szóval hogyha még most megrendelitek, biztos, hogy megjön karácsonyra, de hogyha később, akkor már valószínűleg nem. Szóval a leírás legfelsősorában ott van a Troll Shop-os linkem, ha rámentek, akkor egyből kidobja a termékeket, és ott tudtok vásárolni kedvetek szerint. Amúgy szállítanak ki külföldre is, szóval ilyen kérdések is jöttek amúgy, hogy Szerbiába meg ilyenekbe lehet-e rendelni, vagy nem tudom hova, meg Szlovákia, meg ilyesmi. Igen, lehet, ott van a weboldalon, minden megtaláltok. Szóval röviden így ennyi, és akkor kezdjünk bele, és ha tetszik a videó, akkor dobjatok egy lájkot. És hogyha tetszik nektek is, akkor is lájkoljatok. De hogyha nem, akkor nyugodtan diszlájkoljatok, és írjátok le kommentbe, hogy szerintetek ki is cuki-e, vagy nem. Szerintem cuki. Na, kezdjünk bele a dolgba. Elsősorban elmegyek kaját gyűjteni, mert kajám rettentően nagyon nincsen. Ja, amúgy igen, itt van egy karácsonyfa, ami nagyon-nagyon írtó menő. Szóval, ja, ez is amúgy király. Majd ezt majd mindjárt szépen bemutatom nektek közelebbről. Csak elsősorban inkább kaját akarok gyűjteni, meg a kovácsokat meg kéne nézni. Ja, és igen, azt el akartam mondani, hogy ugye Újfaluban vagyunk, mert de szerintem észrevettétek amúgy, hogy nagyjából két videónként mindig Újfaluban szoktam lenni, hogy ne váljon egy falu túlságosan unalmassá. Szóval mindig Újfaluba költözünk két videónként, ezt jelezzétek meg. Szóval ja, ezért vagyunk mindig Újfaluban, hogyha valaki kérdezni. Na jó, ezt elmondtam, eléggé gyorsan így szépen beköszöntem. Na, fussunk egy gyors a kovácshoz, és nézzük meg mind a kettő kovást, mert kettő van amúgy a faluban, hogy vannak-e valami értelmes cuccok egyáltalán náluk, és gyémánt, na, hoppá. 5 darab gyémánttal kezdünk, azért ez király. Ritkán kezdünk így, segítség. Segítség, valaki segítségért kiált? Hoppá, ez pont megfelelő feladat PGT Danirak, és csatlós barátjának, vagyis kis segítőnek, kisnek. Na! Várjátok, a gyémánt szettet most nem veszem fel, mert felesleges, viszont a kajákat lekraftolom. Mindjárt jövök, nem tudom ki ordibált, hogy segítség. Várj egy picit, csak éppen kaját akarok csinálni magamnak. Jó, 18 kenyér, az remélem, hogy egyenlőre elég lesz, és még gyors megnézem a másik kovácsot, aztán jövök, azt megnézem, hogy mit akarnak tőlem. Oké, itt semmi nincsen. Na! Nézzük, hol volt a segítségkiáltás? Hol volt a segítségkiáltás? Hol vagy? Ott egy név. Ott egy név, honnan jönne? Segítsen valaki. Az ajándékba. Ebbe az óriási nagy ajándékba van itt valaki? Mondjad! Ajaj, itt van valaki. Itt az ártatlan. Mi a... Várjál, jövök, mindjárt segítek! Jó, oké. Okay. Segítek mindjárt. Oké, találtunk gyémántot szerencsére, szóval... Jaj, nincsen fám, várjatok. Várjatok, kéne szedni fát. Jó, innen szedek fát. Ó, Istenem. Jaj, de jó, hogy zárta valaki be magát, amúgy egy ajándékba, nem azért, de mindegy. Gratulálok neki. Na, jó, gyors lekraftolok egy ilyet. Jó, oké, várjatok, mindjárt megyünk. Gyors kaptok egy gyémántsárkányt. Jó, jövök, kiszabadítanak. Jövök, segítek, 10 HP-ja van csak. Gyere! Megvagy! Köszönöm, szívesen. Megmentettünk. Na, király, ártatlan a neve. Szia, ártatlan. Hogy kerültél be ebbe az ajándékba? Vagy mi történt veled? Megmentette az életemet, uram. Hát tudom, nem kell itt hízelegni meg ilyenek. Tudom, hogy megmentettem, ja, sajnálom meg ilyenek, de... És hát, ja, mindegy. Na. Várjatok, srácok, hadd vegyek némi levegőt, mert annyira kibeszéltem magamat, hogy már azt tudom, hogy mit beszélek. Na, jó, szóval ártatlan. Na mondjad, bezártak? Bezártak ide? Fegyvert fogtak a fejemhez, és bezártak ide? Hát az eléggé gáz, és nem tudod, ki zárt be? Hát bezártak, hát ja, eléggé szomorú, várjál, ezt megkapott tőlem ajándékba, meg akkor már ezt is. Nem sajnos, hát sajnálom, meg mindegy, de hát jó van, mindegy, akkor hát kiszorítottalak, legyen ennyi elég, aztán kettő napja nem ettem. Várjál, adok kaját, tessék, itt van 3 darab kenyér, adok még egyet, tessék, na. Szóval, jó étvágyat, meg mindent megkapsz, hát botot nem adok, ennyi, meg a gyémántokat is megtartom. Na, hát ártatlan, akkor találkozunk legközelebb, és örültem, hogy segíthettem. Ne, mondjad, mi a problémád? Istenem, elzsibbadt a lábam. Hát, figyelj, hogyha sokáig állsz, akkor ki fog zsibbadni. És be kéne menned az órámért. Órádért? Itt nem volt semmi.
Itt nincsen... Most ez komoly? Komolyan bezártak? Hallod? Ártatlan! Te mit csinálsz? Kiégek. Na jó, ássunk ki. Ássunk ki innen, kapjuk el ezt a srácot. Kapjuk el ezt a srácot, mert bezárt engem? Nagyon-nagyon kiégek. Nagyon-nagyon kiégek, segítettem neki és bezár engem az ajándékba. Na jó van. Kijutok és megöljük. Kijutok és megöljük. Elkapjuk. Vagy visszazárom, vagy nem tudom. Na jó, gyere, hol vagy? Hol vagy? Felépített oda, na jó, menjünk a gyémántszettünkért? Várjátok, hát arra várhatsz. Hát jövök, várjál. Menjünk be a gyémántszettünkért? Na így is van. Van 2 OP-almám, reméljük, hogy elég lesz. 1, 2, 3, így is van. Na gyere ide! Hol vagy te? Gyere ide! Komolyan felástál oda? Gratulálok. Na jó, hát akkor szedjünk cuccokat, na várjátok. Mindjárt feljutok, szóval ne örüljél. Na várjátok, felássunk szépen odáig. Gyere szépen le, így van. Gyere. Na mi van? Na mi az? És komolyan, istenem, kiégek. Oh, ne már. Soha ne, és kapjuk már el. Nem hiszem el, kiengedtem a srácot, és komolyan bezárt engem, és most itt szivatgat. Kiégek ettől a falusitól. Jó, nem érdekel, fel fogok szépen oda menni. Fel fogok szépen menni, és el fogom kapni. Na gyere ide! Na gyere ide, hol vagy? Gyere szépen! Na mi az? Haha, itt van kis, megölöm. Hol? Mi? Kis az ott van? Nagyon elhitted. Az nem is kis. Te nagyon buta vagy. Te, mert már 2 megy rá. Csórót megtámadták a kutyák. De béna vagy, na jó, hát mindegy, akkor őt elindezik szerintem a kutyák, őt szerintem hanyagolnunk kell. Na jó van. Hát ez a szomszéd vérebe. Na, gyere szépen! Gyere szépen! Na, elkapjuk. Gyertek kutyák! Megölöd a kutyákat! Na jó, már ezért megérdemled, hogy meghaj. Jó, hol vagy? Szétütjük, srácok, nem érdekes, szét fogjuk pvp-zni. Mert komolyan megölte a kutyákat. Na jó, nagyon utálom, hogyha valaki az állatokat bántja. Csak szólok, szóval neked aztán fix, hogy véged lesz. Neked bizony fix, hogy véged lesz. Neked aztán nincs menekülésed ezek után. Szóval csak gratulálni tudok. Jajaj, jó van, amúgy kicsit is próbálja szerintem őt már támadni, mert hallottam valami morgást. Na, add meg majd a tártatlan, és akkor nem lesz bántódásod. Itt van kis is, jaj, kis, nehogy megöljön téged, na, ülj le, úgy van. Na, gyere szépen ide! Gyere szépen ide! Megvan, véged lesz, csak szólok. Véged van! Add meg magadat! De jó, hogy menekül, hú, de utálom az ilyen embereket. Gratulálok, állj már meg! Hagy! Bezárta magát. Oké, ott fog kijönni. Kapjuk el! Nem, bevette az összes üveget. Na jó, nem. Várjátok, itt bemegyek. Ne! Bezárta magát. Ne már! Ne! Bezárta magát. Istenem, na jó, hogy jussunk be? Hogy jussunk be, srácok? Na várjátok, be kéne itt építenem magamat. Jó, reméljük, hogy menni fog. Gyerünk! Megvan! Nem! Most ez komoly? Hallod? Csak szóval, hogy ott fogsz meghalni. Hát nekem mindegy, most ugyanúgy bezártad magadat csak egy másik helyre. Gratulálok, ártatlan. Na jó van, kapjuk el a srácot, most csak kimenekült. Na, állj már meg! Ne izéljél, szerencsétlenkedjél! Állj már meg és hagyjál már ezt az egészet abba! Na jó, hagyjad abba. Na gyerünk! Gyerünk, pvp-zzük le a srácot! Kutyákat öl, bezárt engem, minden megérdemlő, hogy meghaljon. Vagy megadod magadat nekem, az is jó, de ez a 2 lehetőséged van. Figyelj, megadom a lehetőséget, hogy megad magadat, és visszazállak csak az ajándékba, jó? Figyelj, ennyi lehetőséget adok, na! Add meg magadat! Na, megadod magad? Oké, ügyes vagy, na! Nyomás szépen vissza az ajándékodba! Gyerünk, nyomás! Nyomás oda! Gyerünk! Szépen leviszem a HP-ját, hogy izé együttésben meg tudjam ölni. De nem akarok, te zártál be, te izéltél, te szivatgattál engem, szóval viseld a következményeit. Ne ütöges engem. Na, menjél szépen be. Ne ütöges. Na, és dobd el a gyémánt cuccodat. Gyerünk. Dobd el szépen a gyémánt cuccodat. Istenem, eszembe sincs. Hát jó, akkor lepévépézlek. Na, gyerünk, megadom a lehetőséget, na. Gyerünk, dob csak ki szépen, meg fogsz halni. Csak szólok, hogy meg fogsz halni, csak szólok. Jó van, nekem mindegy. Nekem aztán így is jó. Amúgy, nem azért, na ez az erről van szó. Na, ennyit erről, ennyit a tudásodról. Na, hát kedves ártatlan barátom. Jaj, Isten, de imádom ezt játszani. Hú, de utálom ezt a izét. Na, volt még egy OP-ja. Hát neked csak szólok, hogy így annyi volt, jó? Tehát így tessék. Ó, adott OP-t, kösz, milyen kedves vagy. Na, ennyi, bezártuk, srácok. Hú, de utálom ezt. Nem tudom, hogy ez ki volt, és miért csinálta ezt, de...
nem érdekel, utáljátok őt. Engedj ki, vicceltem, hát nagyon vicces volt. Srácok, tudjátok mit? Írjátok le a kommentbe, hogy szerintetek engedjük-e ki. Szerintem, én azt mondom, hogy ne, de majd ti eldöntitek a komment szekcióba. Hát srácok, ennek a videónak ennyi lett volna, hogyha tetszett, dobjátok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra, csekkoljátok le a többi csatornámat, és csekkoljátok le a termékeimet, és jöjjátok meg a csengőt, hogy mindig kapjátok értesítést. Röviden ennyi, találkozunk legközelebb, és még egyszer köszépen. Sziasztok!